Suka. No. Nice. Friss ropogós. Na hát, ahogy szoktam fikázni a csodálatos japán járgányokat a lustásodás miatt, lehet egy kesztyűt kéne húznom. Ez itt most túl tesz azon. Gyönyörűen. Jó. Jó. Amit akartam, az még az, hogy ezt visszaakasztom. Csodálkozó, hogy az autóban van egy kis kipufogó gáz illat. Megtudod a YouTube-os menetet, és mondják, hogy egér, kipufogó, kipufogó csonk, stb. Leteszed a kezedet az egér hűtő mögé, ami valahogy így van a járgányban, és itt kifúj mindenfelé. Tudod, hogy lesz egy kis mókás szerelés. No hát, meg volt a mókás szerelés. Időközben rádöbbentem, hogy ezek a jófej szerelők, akik ezzel az autóval dolgoztak, ezek kifelejtettek csavarokat a jármű összerakása során. És most konkrétan nem tudom, hogy oda milyen csavar kéne, hogy menjen. Na jó. Hát ugye szoporvolás újra száguld, és tovább száguld. Ez egy ilyen buli. Kutyák jól nézik magukat. A mai program ködlámpacsere lesz. És amit látsz is, belső takarítás. Szóval, imitálok egy kis munkát. Látszódjék a videó, amit csináltam volna valamit, de nem igen, illetve igen, nem, illetve csináltam is valamit. Na. Úgyhogy majd gyorsan összevágjuk. A takarítás ráfér egyébként ezekre a járgányokra, hiszen a barátok között is 400 km azért elég sok autóban töltött időt jelent, igaz akkor is, csak hogyha egy ember használta, de főleg akkor, hogyha az az egy ember, az dohányos volt, tudod. No. Oké. Okay. Jó. És akkor erről ennyit. Most volt egy belső takarítás. Ha esetleg valakit érdekel, akkor be fogok linkelni egy kis táblázatot, hogy néznek ki az eddigi költségek ebben a csodálatos camping busz projektben. Hát... mindenesetre én örülök neki. Na jó. Akkor ez a takarítás része, aztán majd jövök mindjárt vissza a ködlámpa cserével. Fontos, hogy van segítségünk. Itt ötködünk. Történet, kicsit akkor itt alig jövök. Torx. Ebből lakik valami.
Még nyudébb kérdés közé. Ja, oké. Akkor mindjárt jövök vissza. Hozzávalót hoztam. Ez az izzó még működik. Illetve hát nézzük meg, hogy működik. Várjál. Azt hiszem, hogy hallott az, hogy jött ki belőle a víz. Ráadásul most, hogy kivettem a házból, már kezd száradni, így be lett kapcsolva. Ez jó, mert ennek nem mertem, ha kiszáradna. Jó. Akkor. Az ember, amikor belevág egy ilyen fotekbe, akkor a tízezerek úgy röpködnek. Kis kínaiak marha jól lemásolták. Aztán, hogy ebből a kamera mit lát, ez egy igen jó kérdés. Hát igen. Volt egy kis egéres munkánk. Kide cserélve a cső, de arról már van videó, úgyhogy... És nem látom, hol van. Ja, meg van, jó. Szuper. Annak van egy olyan ütőzöngéje, hogy... Hiányzik kettő csavar magából az egér hűtőpanelből.